Ez a Kapospont, a Kapos Televízió hírműsora. Majdnem 200 méterről hozza fel a vizet a Donneri városrész egyik új kutya. Az Iszák utcában és a Császáréten is fejleszt most a szolgáltató, hogy mindig legyen elég víz. Másodszor is életfogytiglant kapott az a külföldi férfi, aki 6 évvel ezelőtt 2 embert is meggyilkolt Kaposváron. Most is fellebbezett, ügye így még folytatódik. Jelentősen növelheti a dél-somogyi térségbe érkező vendégek számát a most épülő Csurgói Hotel. A városban emellett a fürdőt és annak szolgáltatásait is fejlesztik. Jó estét kívánok! Somogyi és kaposvári rendőri vezetőkkel egyeztetett tegnap Szita Károly polgármester. A megbeszélést követően közösségi oldalán arról tudósított, hogy idén tovább bővül a Somogyi vármegye székhely kamerarendszere. Emellett lesz egy új körforgalom és egy új lámpás kereszteződés is. 4 új helyszínen lesznek új trafiboxok is kihelyezve. Az Egyenesi úton, a Vásártéri úton, a Töröcskei úton és a Pécsi utcában. Szita Károly arra is kérte az egyenruhásokat, hogy a lehető leghatékonyabban lépjenek fel az illegális égetések és az illegális szemétlerakók ellen. Jó példák erre az önkormányzattal közös drónos ellenőrzések. 2 donneri kutyát is korszerűsíti ezekben a napokban a kaposvári vízszolgáltató. A 70 millió forintos beruházásnak köszönhetően mintegy 10%-kal megnő a város vízhozama. Egy 170 méter tartmérségű új kút fog készülni, ugyanazon a szűrődési mélységen, ami a Deleti kútra volt készítve. Ugye jelenleg átépítve van állítva a túlomberendezés, ugye most már közel vannak a tervezett szűrődési mélységhez. Hetek óta dolgoznak a szakemberek az Iszák utcai víztelepen, ahol úgynevezett melléfúrást végeznek. A felvételeken jól látszik az iszapgödör, amelyből aztán a tiszta, ülepített víz kering tovább. Ha itt befejezték a munkálatokat, a Császárréti telepen is megismétlik a korszerűsítést. Amint egy 70 millió forintos beruházásnak köszönhetően a 2 kútfúrással több mint 1000 köbméterre nő a kaposvári vízmű kapacitása, ami több mint 10%-a a napi átlagos víztermelésnek. A kaposvári vízbázisnak a kútjai, ahogy haladunk elő az időben, ugye egyre kevesebb vizet tudnak adni, és ugye ennek a viszonycsökkenésnek a megállítására szükség van különböző beavatkozásokra. Egyik ilyen beavatkozás például a kútnak a melléfúrása, ez történik ezen a Iszák utcai vízműtelepen is. Ilyenkor a régi kút helyett mellé fúrunk egy ugyanolyan kutat, mint az eredeti kút volt, értelemszerűen teljesen új szerkezettel, és a régi kútnak a vízállóképességét ezzel visszaállítjuk, ami ugye a város vízállátása szempontjából alapvető fontosságú. A Donneri városrész önkormányzati képviselője szerint a fejlesztés azért is fontos, mert a több hétig tartó száraz, aszályos időszakokban a vízfogyasztás a hőmérséklet emelkedésével hirtelen ugrásszerűen megemelkedik, ahogy nő a locsolásra fordított víz mennyisége is. A víz minősége remélhetőleg jobb lesz. Érdeklődtem, azt én sem tudtam, hogy átlagos vízfogyasztás a városban 9,5 köbméter naponta. Ez a kánikula időszakban 1-2000-re fölmegy, és az a 2 kút önmagában a teljes vízfogyasztásnak a 10%-át teszi ki. A mostani beruházással várhatóan március végére végeznek a szakemberek. A tervezett korszerűsítéseket egyébként minden évben felülvizsgálja a szolgáltató, amelyeket aztán a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal, valamint a Nemzeti Vízművek ZRT közösen engedélyez. Országosan 96 milliárd forint áll rendelkezésre a szakképzőiskolák infrastruktúra és eszközfejlesztésére, jelentette be ma a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára. Pölöskei Gáborné azt is elmondta, a cél, hogy az intézmények versenyképes tudással rendelkező képzett munkaerőt adjanak Magyarországnak. Ennek feltétele az is, hogy olyan legyen a környezet, ami támogatja az oktatók munkáját és a diákok tanulását. A mostani fejlesztéseknél fontos, hogy funkcionális, gazdaságossági, üzemeltethetőségi és esztétikai szempontból is hasznosak legyenek. A többi között néptánc, kortárs és társas táncokat is láthatott a közönség a Somogy vármegyei tehetséggála területi válogatóján. Ezt tegnap délután a kaposvári Munkácsy Mihály gimnáziumban rendezték meg, ahol prózai darab és színházi etüd is a színpadra került.
A legjobb előadások a 12. tehetséggálán is bemutatkozhatnak majd március 25-én. Túl vagyunk már a vers, a komoly zene, könnyű zene válogatókon, és tulajdonképpen az egyéb kategóriában most itt, egyéni tánc, csoporttáncos, a kötélugrók, és tulajdonképpen ezt szeretnénk ma látni. Nagyon sok a rendkező, a megye minden területről rendkeztek. Ha az összes válogatót, ha számolom, akkor közel 100 gyerek mutatkozott be, és ebből 18 produkció fog állam bemutatkozni a közönségnek. Életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte a kaposvári törvényszék azt a külföldi férfit, aki 2018-ban féltékenységből megölte barátnőjét, majd annak édesanyjával is végzett. Ezt követően, hogy a bűncselekményt leplezze, felgyújtotta a lakást, amivel komoly veszélyt is okozott a társasházban. A bíróság a vádlottat életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéli azzal, hogy legkorábban 40 év után bocsátható feltételes szabadságra. A közveszély okozás alól viszont felmentette a kaposvári törvényszék azt a külföldi férfit, akit kettős gyilkossággal vádoltak meg. A gyanú szerint a férfi 2018 őszén megfojtotta barátnőjét és annak édesanyját, majd felgyújtotta a lakást. Ő is ott maradt, de sértetlenül megúszta. Ha csak ilyen józan ésszel közelítünk meg valamit, akkor azt mondjuk, hogy vannak hárman egy belülről bezárt lakásban. Egy valaki kijön, a másik kettő meghal. Akkor ez már eléggé azt gondolom gyanúra ad okot, hogy most akkor vajon mi történhetett, ők miért maradtak bent, ő meg miért jutott ki. Később az orvos szakértői vélemények, a tűzoltósági eljárás adatai és a tanúkihallgatások is a férfi bűnösségét támasztották alá. Mentésben résztvevő tűzoltók valamennyien azt mondták, hogy elég régóta van tapasztalatuk ilyen dolgokban. Olyat még nem láttak, hogy egy lakásban, két különböző helyiségben, ami ajtóval el van választva, most, hogy éjszakra délre nyílik az ajtó, annak talán nincs nagy jelentősége, de ajtó el van zárva, egyszerre három helyen keletkezik tűz. Méghozzá úgy, hogy igazából ennek különösebben okát, mint nyílt lángot nem lehetett látni. Még egyszer mondom, ez a tűzoltó tanúk a vallomása, nem a szakértő. Elmondták azt is a tűzoltó tanúk, hogy ők már számtalan, sajnos számtalan tűzhalálos esetnél voltak, és olyat nem nagyon látnak, hogy ha valakire rágyulad a háza, akkor az békésen fekszik az ágyában, mikülötten él, ég körülötte a ház. Az ítélet ellen a vádlott és a védője fellebezett, így az ügy a pécsi ítélőtáblán zárulhat le. Kaposváron tartott szemináriumot a Muay Thai élő legendája. Rehák Györgyöt tanítványa, az Európa-bajnok Birics Tamás is elkísérte, nem sokára jön a részletekkel. Jól halad a csurgói négycsillagos hotel építése és fürdőfejlesztése. A kormány támogatásával a 2,5 milliárdos beruházás az év végére készülhet el. A 42 szobás 6 lakosztályos szállodától a döntéshozók a térségi idegenforgalom fellendülését várják. Már minden készen áll a gyermekek fogadására a tanmedencében. Az újra nyitott medencében hamarosan újraindulhat az úszásoktatás is. A csurgóiak nagyon örülnek, hogy elkészült az új sportcsarnok, az uszoda és a wellness részleg. A jövőben azonban tovább bővül majd a szolgáltatások köre. Egy komplex élményfürdő szolgáltatást jelent majd itt Csurgón, csúszdával, sodrófolyosóval, további 5 medencével. Várjuk kedves vendégeinket! A város történetének legnagyobb fejlesztése is elkezdődött már. Egy 4 csillagos szálloda épül a fürdő szomszédságában. A magyar kormány 2,5 milliárd forinttal támogatja a beruházást. A hotelben 42 szoba és 6 lakosztály, egy nagy étterem és egy gyógyászati részleg is helyet kap. A munkálatok jól haladnak, az átadás az év végére várható. A Csurgón és a Csurgón élők számára is, illetve az ide látogatók számára is egy olyan újabb turisztikai szolgáltatást tudunk biztosítani, ami eddig itt nem volt, egy 4 csillagos szálloda fog megépülni itt Csurgón, és én azt gondolom, hogy ez egy zászlós hajó projekt is lehet itt a turizmus és az idegenforgalom területén, hiszen a térségben nagyon sok látnivaló van, a Dunadráva Nemzeti Park, Gyék
Székényes, Örtilos, Kaszó, ezek a helyek, én azt gondolom, hogy egyre inkább látogatottak, viszont azzal, hogy megépül ez a komplexum, egy olyan újabb fokozatba kapcsolhatja a Csurgó térségi turizmust, amire azt gondolom, hogy nagyon nagy igény van. Ezen kívül az Élhető Város program keretében TOP plusz források segítségével további 300 millió forintból szépülhet meg Csurgó. A belföldi utazók elsősorban a wellness szálláshelyeket keresik a március 15-i hétvégén. A foglalások közel 40%-a ilyen helyre szól, közölte tegnap legfrissebb felmérése alapján a szállás.hu. A vendégek 35%-a hotelt választott. Ez egyfőre első éjszakánkénti átlagát 15 ezer forint. Eddig a tavaszi hosszú hétvégék közül az előfoglalások alapján a négynapos húsvét tűnt keresettebbnek. Most azonban úgy tűnik, hogy a következő hétvége is épp oly népszerű. Tucatnyi programmal és újítással készülnek a vendégek fogadására a Balatonon. Az önkormányzatok, a vendéglátósok és a szállásadók már a tavaszi időszakban is nagy forgalomra számítanak. Egy-egy nagyobb rendezvény idején sorra nyitnak ki a balatoni éttermek, sőt, egyre több olyan is akad, ami egész évben nyitva van. A Fonyodi Mólónál például már 3-4 helyre is be lehetett ülni a télűző hétvégén. A vállalkozások azt mondják, több újítással is készülnek idén, már alig várják a jó időt és a vendégeket. A téli időszak mindig egy kicsit döcögősebb, de a törzs vendégeknek köszönhetően ugyanúgy tudunk üzemelni nagy lendülettel. Igazából a nyárban nagyon bízunk, hogy most is egy jó szezon tudhatunk magunk mögött majd. A program szervezők leginkább kulturális, családi és gasztronómiai rendezvényekben gondolkodnak. Aki a Balatonon nem talál magának megfelelő programot, az valószínűleg sehol máshol a világon nem talál, hiszen a Balaton nem csak egy természeti csoda, hanem egy ténylegesen egy turisztikai desztináció is, amit mindenki nagyon szeret. Március 8-ától 10 napon át egy különleges gasztronómiai és kulturális fesztivál indul útjára, amely összefogja a balatoni régió legjobb éttermeit, szállásait és művészeti eseményeit. A hónap végén pedig húsvéti nyuladalom lesz Siófokon, míg áprilisban a szőlős-györöki tulipánok várják majd a látogatókat. Frontálisan karambolózott két gépkocsi tegnap este a Balatonboglár és Szőlősgyörök közötti úton. Az ütközés következtében az egyik jármű az árokba borult. Két utasát a tűzoltók és a mentők közösen emelték ki a kocsiból. A két autóban összesen 6-an utaztak, a balesetben 4-en sérültek meg. Végezetű sport. A Fight Club Kaposvár vendége volt a Thai Box legenda Rehák György. A harcos egy egész napos szemináriumra várta az érdeklődőket a Rákóczi téri edzőteremben. A fórumon tanítványa, az Európa bajnok Birics Tamás is részt vett. Ezek voltak az első bemutató gyakorlatok a Muay Thai szemináriumon. A Fight Club Kaposvárnak a közelmúltban Rehák György, a magyarországi Muay Thai meghonosítója volt a vendége. Nekem óriási megtiszteltetés, hogy itt lehetek, hiszen én biztattam ezt a kis csapatot, akik vezetik ezt a menedzsmentet a harcosok klubjában, hogy csinálják, mert érdemes. Együtt van minden, együtt van a szakmai tapasztalat, versenyzési tapasztalat és a fiatalos, lendületes, modern menedzsment, ami ahhoz kell, hogy életképes legyen egy küzdősporttal, vagy sporttal, vagy bármivel kapcsolatos vállalkozás, illetve egy olyan sportnak a megismertetése, üzemeltetése és hosszú távon való fenntartása és fejlesztése. Úgyhogy minden együtt van. A klub vezetője azt mondja, egyre több kaposvári érdeklődik a különféle harcművészeti ágak iránt. A Birics Tomi volt hosszú, több mint 13 évig a Rehák Gyurinak a versenyzője, és úgy alakult, hogy a Tomi hazaköltözött ide Kaposvárra évekkel ezelőtt, és akkor az ő együttműködésével így megalapítottuk ezt a küzdősportelmet. Itt most már elértünk egy olyan szintre, hogy nem csak a Thai Box van, hanem 4 sportágat is ki tudnak próbálni az emberek, akik szeretnék esetleg belekóstolni ebbe a küzdősportvilágba. A kaposvári származású Európa-bajnok is aktívan van jelen városunk küzdősport életében. Külön csoportjaink vannak kezdőknek, haladóbbaknak, gyermekeknek,
próbáljuk szépen így kategorizálni a srácokat, lányokat, a résztvevőket, hogy mindenki a megfelelő partnerekkel tudjon dolgozni, és a csoportokon belül egyre intenzívebb terhelést kapnak, ami egyre közelebb áll ezekhez a versenyhelyzetekhez. A versenyzések is úgy épülnek fel, hogy amivel itt az edzéseken már találkoznak gyakorló küzdelmekkel, ugyanilyenre van lehetőség különböző helyszíneken, amit megrendeznek, és olyan védőfelszerelésben és olyan bonyolítással, olyan szellemben történik ez az egész, hogy szinte a sérülések teljes mértékben ki vannak zárva. A szeminárium egyik fő célja az volt, hogy új harcosokat toborozzanak, így növelve az utánpótlás bázist, másrészt, hogy a megérő tagok fejlesztik tudásukat, technikájukat és állóképességüket. Kaposvár férfi és női élvonalbeli röplabda csapatai is érdekeltek a Magyar Kupa hétvégi négyes döntőjében. A rekordbajnok Finom az aranyéremért száll harcba vasárnap, az ellenfél a Kazincbarcika együttese lesz. A tét pedig nem csak a kupagyőzelem, hanem az indulási jog megszerzése is a nemzetközi CEF Kupa 2024-2025-ös idényére. A KNRC pedig szombaton a bronzéremért meccsel majd a Nyíregyháza gárdájával. Ebben a szezonban már kétszer találkoztak egymással a hölgyek, és mindkét meccset a hazai pályán játszó csapat nyerte meg 3-2-re, így most is nagy csatára van kilátás. Főbb híreink még egyszer röviden. Majdnem 200 méterről hozza fel a vizet a Donneri városrész egyik új kutya az Iszák utcában, és a Császár réten is fejlesz most a szolgáltató, hogy mindig legyen elég víz. Másodszor is életfogytiglant kapott az a külföldi férfi, aki 6 évvel ezelőtt 2 embert is meggyilkolt Kaposváron. Most is fellebbezett, ugye így még folytatódik. Jelentősen növelheti a dél-somogyi térségbe érkező vendégek számát a most épülő Csurgói Hotel. A városban emellett a fürdőt és annak szolgáltatásait is fejlesztik. A Somogy vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság férfi munkatársai ma nőnapi meglepetéssel köszöntötték hölgy kollégáikat. További részletek internetes oldalunkon a kapos.hu-n. 7:30-kor jön a Székely magazin, 8:30-kor pedig a Ludovika TV, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem műsora. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A kapos.hu után már is jön az időjárás jelentés. Az évszaknak megfelelő időnk lesz a hétvégén. Holnap is gyakran lesz erősen felhős az ég, rövid napos időszakok azonban előfordulhatnak. Néhol kialakulhat egy-egy gyenge zápor. A délkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali órákra 0 plusz 3 fokig hűl a levegő. A nappali hőmérsékletek 12-14 fok körül alakulnak. Vasárnap továbbra is a felhőké lesz a főszerep, és helyenként esőre, záporra is számítanunk kell. Kora reggel 4-6 fokot, délután 14-16 fokot mérhetünk. Aztán a jövő hét közepéig marad ez a változékony, enyhe idő, ezt követően pedig egy újabb hidegfront hatására ismét lehűlés kezdődhet. Az időjárás jelentés támogatója a Bold Ingatlan Kft. Siófokon, a Kálmán Imre sétányon igényes kivitelben épülő Koloman Társasház ingatlanjainak értékesítője.